Köszöntöm kedves nézőinket! Múlt heti adásunkban a teniszező lányt ábrázoló mészkőszobrot mutattam be önöknek, most pedig Ungvári Lajos perecsenyi születésű szobrászművész labdarúgót ábrázoló szobrán van a sor. Valószínűleg 1967 óta áll itt, a folyamatosan épülő és szépülő stadionunk előtt. Sok sikert és sok kudarcot látott már. A Skic alkotótábor résztvevői egy kiállítással mutatkoztak be városunk egyik hoteljébe. Az idén született alkotások mellett az elmúlt évek terméseiből is válogattak, sőt, innentől kezdve egy állandó kiállítással is várják az érdeklődőket, melynek anyaga havonta frissül. Hogy mennyire el vagyunk zárva egymástól, mint emberi lények. Tehát mindenki egy maszkot hord, és soha nem találkozunk. Ez a fiatal művész egyik készülő munkájáról beszél a Skic alkotótáborban. Mint mondta, szürreálisan próbálja megábrázolni azt a folyamatot, ami miatt pontosan senkinek nem tudjuk megmutatni az érzéseinket. Ennek okát abban látja a dunaújvárosi származású művész, hogy senki nem úgy lát minket, ahogyan mi saját magunkat. A telepen ezeket az érzéseket és gondolatokat próbálja megábrázolni. Inkább festéssel foglalkozunk itt, és akkor itt hagyjuk a táborban a festményeket, hogy a következő is megtörténhessen, meg egy videót kell majd forgatnom, amit még nem kezdtem el, de majd oda jutunk. Sok festés, meg videózás, megismerkedés. Volt egy megnyitónk a Club Hotelban, meg elmentünk egy-két kiállításra, hogy inspirációt szerezzünk. Milyen technikákat használsz? Hát én festek mint olajjal, mint akrilikkal, de leginkább installációkat építek fel, használva a festményeimet, meg videókat is készítek, és néha performance-eket. Tehát a koncepció adja meg a technikát. Mikor kezdted a festést, és milyen döntetek? Hát úgy olyan 10 éve. Itt csak rajzolgattam, és az egyik ismerősöm, aki festő volt, meglátta, és akkor mondta, hogy próbáljam ki. 2 évig csináltam, és akkor úgy döntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Hogyan tekintesz az akkori munkásságodra, illetve hova jutottál mostanra? Teljesen máshova. Tehát eleinte inkább ilyen nagyon személyes játék volt, és most már inkább a szociális jelentését nézem, hogy fognak az emberek hozzá állni, és hogy milyen érzelmeket keltenek fel másokban. Vannak olyan állandó elemeid, amik visszatérnek esetleg? Jelenleg itt a nyuszi maszkok és a lufik, nem tudom miért, de ez. És általában sokat foglalkozok így azzal, hogy lehet úgy létezni, hogy tudod, hogy meghalsz. Tehát vidám téma, ugye? Csak a dualizmusról. Hát először is visszamegyek Angliába. Most van egy kiállításom szeptemberben, és jelentkezek egy továbbképzésre. Ha bekerülök, akkor azt csinálom, hanem akkor tovább próbálkozunk kiállításokkal, és valószínűleg visszajövünk jövőre, ha lehet. Ennek közöttes a többi, ő lesz a kinyilatkoztató. Mindenki fölött áll. Ahogyan ezen a felvételen is látszik, egy készülő műalkotásról osztják meg egymással gondolataikat a művészek. Ennek lehetőségét nagyon fontosnak tekintik az alkotók, hiszen így új gondolatokat és inspirációkat kapnak egymástól. Várkonyi György grafikus művészként dolgozik, viszont már második alkalommal meghívott résztvevője a tábornak. Az alkotó elmondta, viszonylag ritkán szokott festeni, ezért is tekinti páratlannak ezt a lehetőséget, hiszen itt van ideje kizárólag ezzel foglalkozni. Másodjára vagyok itt, tavaly kezdtem itt a Skicnél, és ez nekem egy igen komoly kihívás, mivel én grafikus művész vagyok. Ennél fogva viszonylag ritkán festek, úgyhogy itt ez egy nagyon jó nekem. Mik a tapasztalatait, hogy érted meg, hogy milyen a társaság? Azt kell mondjam, hogy ez igazi műhely hangulat van itt folyamatosan. Egymást inspiráljuk. Egymástól tanulunk, legalábbis én tőlük nagyon sokat. Egyszerűen azt kell mondjam, hogy így föltöltödik az ember, hogy megérkezik a Dunaújvárosba, bejön a kapun, és már érzem azt, hogy nekem itt dolgoznom kell, és valamit gyorsan festeni. Én
10 évesen eldöntöttem, hogy grafikus művész leszek, szóval mondjuk úgy, hogy körülbelül azóta. Egyébként a Képzőművészeti Egyetemet végeztem el, 2000-ben lettem grafikus művész, és hát azóta próbálkozom most éppen litográfiával. A Váci Országos Grafikai Műhelynek vagyok a vezetője, ott litográfus, és ez egy nemzetközi műhely. Hát és ott a művészeket segítem, közben én is csinálom a saját munkát, szóval ez egy ilyen oda-vissza adok-kapok, amit én csinálok. Egy lány hozott le engem, bemutatott a Pacs úrnak, és onnantól kezdve kialakult egyfajta szimpátia közte és köztem, és megnézte a munkáimat, alkalmasnak talált, és így hát elkezdtem dolgozni. De az első alkalom az nagyon, nagyon nehéz volt, mert lejöttem, és meg voltam ilyet, hogy most mit csináljak. És Józsi odajött hozzám, hogy Gyurikám, ne szórakozz, fessél valamit, és elkezdtem festeni, és onnantól, mintha megnyomtak volna egy gombot bennem, így jön az egész. Most jelenleg kicsit ilyen bibliai témájú képeket kezdtem el festeni, aranykapu, vagy Jeruzsálem kapuja, vagy az Istár kapu. Most éppen a Bábel tornyán gondolkodom, vagy az aranyborjon, szóval csupa ilyen városi, meg emberi történetek, meg nagy meséknek a megfogalmazása, kicsikét másképp. Mi inspirált ezekre a témákra? Én elköltöztem Budapestről ki faluba, és láttam is sok jó nagy város, tehát Tokió, meg szóval ezek a hatalmas metropoliszok, és valahogy azt éreztem, hogy erről nekem beszélnem kell, hogy ennek vannak jó oldala és rossz oldala is, és milyen furcsa az, hogy sok minden, például Japánban is sok minden azonos gondolkodás. Tehát például ez a Bábel-torony, ez is ugyanazt jelenti ott, mint itt Európában. És ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen internacionális mese. És azt gondoltam, hogy ezt valahogy meg kell tudnom fogalmazni. És hát igen, ez egy óriás kihívás nekem, mert mondom, ilyet még soha nem csináltam. Hogy értékeled a többiek munkáját? Hú, ez egy fogós kérdés. Szerintem mindenki valahol szenved is, meg örül is annak, amit csinál. Vannak nagyon jó képek, nyilvánvalóan minden egyes kép annak van egy evolúciója. És rengeteg képre most még nem tudom azt mondani, hogy ez az. Mivel hogy nem tudom, hogy kész van, nincs kész, azt tudom, hogy jó páran igazán remek művészek. Én a 22. senki vagyok szinte itt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős műhely, nagyon erős tábor. A Skic az iszonyatosan jó művészeket kapar össze, és a Pacs Józsefnek gyakorlatilag ez a célja, hogy valahogy visszahozni az egészet abból a rossz értelembe vett ilyen művészek vagyunk, és akkor mindegy, hogy mit csinálunk, nem. Itt nagyon komoly gondolkodás, mert hihetetlenül komolyan veszük azt, amit csinálunk. Még akkor is, mintha úgy látszik, mintha semmit nem csináltunk volna. Ez egy borzasztó nagy agymunka. Ha valaki elakad, oda megy a másikhoz, megnézi a képét, föltesz egy kérdést, elkezdünk együtt gondolkodni, és így egymásnak segítünk. Tehát például az én egyik képemnél mondtam a Józsinak, hogy figyelj, most megakadtam, légy szíves, lejön, te húzzál bele oda egyet, vagy tegyél oda bele egy vöröset, és akkor így apró tanácsokkal, vagy egyszerűen elültetjük a bogarat a fülébe, hogy figyelj, mi volna, hogyha kicsit bemozdítanád egy másmilyen olyan figurát. Tehát, érted, amit mondok, hogy nem tevőlegesen, hanem gondolatilag tudunk egymásnak segíteni. És ez a jó. Nyilván ott van a litográfia, szeretném csinálni, sőt fogom is. Hát emellett elkezdtem filmmel is foglalkozni, forgatókönyvírással. De hát most a legközelebbi tervem az, hogy a lehető legjobb tanár legyek az iskolába, mert egy általános iskolában is tanítok rajzot, művészettörténetet, úgyhogy mondjuk úgy, hogy a gyerekek a következő nagy tervem, hogy
bennük elültessem ezt a műhely hangulatot, hogy az alkotás folyamata, a gondolkodás, a másképp gondolkodás folyamata, hogy ne vegyenek semmit se készen. A skiccalkotó táborának résztvevői szerint igazi műhely hangulat alakult ki a Dunaújvárosi Főiskola csónakházában, amely az idei évben is otthont ad a rendezvénynek. Az alkotótábort 7 évvel ezelőtt azzal a céllal indították útjára, hogy összegyűjtsék a hazai fiatal tehetségeket, azonban a rendezvényen már külföldiek is képviseltetik magukat. Így a művésztelepen jellemző az alkotók közös gondolkodása és a változatos világnézetek találkozása. A Petőfi Művészeti Liget sorozatában bemutatkozott a Balogh Gyula Kvartett. A zenei formáció Elek István szaxofonossal, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatójával lett teljes. István vendégszereplése tette még különlegesebbé a Petőfi Művészeti Ligetben Balogh Gyula kvartettjének előadását. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója kiemelte, nagy büszkeség számára, amikor egy tanítványával léphet a színpadra. Én azt mondom, hogy hát boldog vagyok, mert azt hiszem, hogy a zenében sok mindent úgy értem el, hogy sok mindent tudtam játszani, csak sok minden stílus, sok mindenkivel, én úgy gondolom, hogy megálltam a helyem, mert vissza is hívtak, és ez egy olyan visszajelzés már zenekarokhoz. Lemezeken játszottunk, volt egy jó fúvos kórusunk a Besenyőkkel, a Mukival, ahol nagyon sok nagy koncerten, tehát ezek inkább pop produkciók voltak, és hát a jazzben meg az a legnagyobb siker az, amikor a tanítványok sikeresek. Tehát azt kell mondanom, hogy most is egy tanítványommal fogok játszani, már szaxofonos tanítványommal, a többiek is jazztanszakosak. Egyedül a dobos, a Horváth Peti, őt nem ismertem eddig, de ez nekem nagy büszkeség, hogyha így hallom őket, hogy én jól játszanak, és hát nagy öröm, hogy elhívnak engem. A tanárnak is nagyon oda kell figyelni. Ez nekem még nagyobb vizsga. Hát szóval akárhogy én se engedhetem el magam, sőt, hát a jazz azt tulajdonképpen azt mondanák, hogy hú, hát az egy improvizációs műfaj. Igen, az, természetesen, és jó kommunikációs műfaj, de hát azért mindig ott kell legyen az embernek a gondolata azon a produkción, vagy azon a számon éppen, amit játszik. Tehát ugyan nagyon-nagyon elengedett sem lehet túlságosan, tehát mindenképpen a koncentrációt igényel, és persze ez egy másik feladat, hogy velük játszom, és szóval egy dupla megfelelés, hogy azt mondanám, hogy nem tehetem meg, hogy esetleg rossz hang, vagy csipogás, de hát lehet, hogy az is belefér, majd meghalljuk, még előtte vagyunk. Én késő érő típus vagyok, tehát akkor most gyorsan előre szaladok, 60 éves vagyok, múlt héten töltöttem be, most nem azért mondom, csak és ebben az évben alakítottam meg az első saját zenekaromat. Tehát a későn érő típus igazolására ez most így jött be. Addig meg mindenféle egyéb produkciókban vettem részt, nagy örömmel, különböző zenéket. Most egyfajta zenét játszunk ugyanazokkal a tagokkal, vendégszólistákkal, énekesekkel, különböző gitár, harsona. Szóval most valami saját zenét, de természetesen a régi hagyományokon alapuló saját előadásban. A tanári pályám elején, illetve még nem is tanítottam, még csak maszekban se tanítottam. Itt volt egy nagyon kedves, későbbi jó barátom, most nagyon jó barátom, Solymosi Milán, aki hozzám ide jött, Dunaújvárosban játszottunk, nem is itt a jazzklubban, mert itt is működött egy jazzklub, akkor játszottunk Kis Csillag helyen, hogyha szabad itt reklámoznom, hanem valahol a városban volt
egy udvarra emlékszem, hogy egy belső udvaron játszottunk, és ott jött oda hozzám, hogy nem tanítanám el. És akkor én azt ilyen, hogy hát ilyen óvatosan kezdtem mondani, hát én nem tanítok, meg hát mit tudjak, de hát az annyira mondta, hogy akkor jó, hát akkor keresd fel Budapesten, és akkor így alakult. Aztán innen a hatos út mellől jöttek tanítványok, azok már Tolna megyeiek, Paksról volt két tanítványom, a Tóth Viktor, aki nagyon, nagyon híres szaxofonos most manapság, az egyik legjobb magyar modern szaxofonos, aki saját útját járt, természetesen saját útját járja. Weisz Gábor, aki szintén paksi, és a jazz tanszakon később én felkészítettem őket, a jazz tanszakra még nem tanítottam ott, és a tanítványaim lettek, úgy alakult, hogy az utolsó évben én tudtam őket a diplomára felkészíteni. Aztán még volt szintén egy népítészmérnök fiú, a Ház Imi, aki szintén hatos út mellett játszott. Érdekes módon ez a négy fiú összeállt, és az a nevük, hogy Rócik Szax kvartett. Tehát, hogy a hatos út melletti szaxofonosok és nagyon jó kvartettjük van. Tehát ez a hazai pálya, ez teljesen találó. Utoljára itt szerintem az Eastside Jazz Company-vel játszottam a Csuhai Barna Tibi, lakatosági Csuhai Barna Tibi, és itt játszottunk valahol kinn a parkban egy ilyen pavilon volt. Nem ez, amit mögöttünk van, hanem valahol én úgy emlékszem, egy ilyen zárt hely volt, de az egy ilyen jazz fesztivál volt. Hát annak van azért már 6-8 éve. Koncert épp olyan fontos, ha egy teraszon van, vagy az arénában, és egy próbára is ugyanezt szoktam mondani, hogy a próba legalább olyan fontos, mint a koncert, oda is bele kell adni mindent, apait, anyait, mert ott derülnek ki dolgok, hogy hogyan tudunk együtt működni, hogyha például egy majdnem ismeretlen kvártethez megyek, de egyébként zeneileg igen, ismeretlen, mert én nem játszottam velük. Az igaz, hogy mint zenekari tanáruk néha foglalkoztam velük, de azért így együtt nem játszottunk. Tehát többszörösen is oda kell tennem magam, és nem számít, hogy ez egy terasz, vagy a Népstadion, hál' Isten, ott is sikerült már azért felépni, tehát nincs különbség, nekem nincs különbség. Nagyon inspiráló, hogyha jó a közönség, és én úgy hallottam a Gyuszitól, hogy itt nagyon jó közönség van, és az emlékeim is azt mondják, és hogy itt tényleg nagyon, nagyon értő közönség, és nagyon, hát szóval úgy együtt rezdülnek a zenével, a zenésszel, és nagyon értékelik, hogy valamit kapnak, és jót kapnak. Mert szerintem a lényeg nem is a jó meg a rossz zene, hanem hogy hiteles vagy hiteltelen. Tehát, hogy tudok-e adni valamit, vagy nem tudok adni. Tehát, hogy csak úgy játszogatom ezeket a számokat, vagy pedig tényleg lejön valami. Hát ez a kommunikációnak egyik szegmense, a másik meg az a visszajelzés, ami majd esetleg taps formájában jön vissza. Hát azt, hogy Big Bandet tudunk-e alakítani, azt nem tudom, hogy ki milyen hangszeres, de tudom, hogy Mukli Pista barátom itt van, aki ma felhívott, és meglátogatott, és ő pont a Big Bandjéhez szeretné elhívni a jövétre, lehet, hogy az nem jön össze, de majd egy másik alkalommal szeretném a tiszteletemet tenni náluk. A kvartett a koncerten főként saját számait, valamint klasszikus 50-es, 60-as évekbeli jazzt játszott. A zenekar egyediségét az adja, hogy tagjai kivétel nélkül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói. Újher Györfi Bálint az altszaxofonosunk, jött egy vendégzenész is, ő a Liszt Ferenc Akadémia tanára, ő Elek István, ugyanúgy szaxofonos, Mihalovics Dávid, ő basszusgitárral, illetve Horváth Péter dob. Végül is, hogyha idegenként, nem zeneértő emberként mondjuk, akkor ragaszkodunk valamelyest a partitúrákhoz, és ragaszkodunk az eredetiséghez, de viszont mivel jazzről beszélünk, ezért az improvizálás nagyon-nagyon kihat erre, és az improvizálás több korszakot is tud érinteni. Ezáltal folyamatosan közlünk emberekhez, válaszolgatunk a zenével. Hogy a legjobb egy szélesebb, nagyobb bandába játszani, ez a formáció, ez a maga
az Inkvárt tettem, az ugye 4 ember alapszik. Ez, hogy jött egy 5. ember vendégzenészként, ez a helynek köszönhető, Dunaújvárosnak köszönhető, mivel tartanak rá igényt. Egyetlen egy próbánk volt, az azért, hogy mégis fogalmunk legyen arról, hogy mit is fogunk játszani, az mindenféleképpen kellett, de viszont ugye a szólista nálunk a zenekarban az Újhert Györfi Bálint, ugye a szaxofonos, elég jól ismeri Elek Istvánt, mivel a tanára, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián, illetve mi is oda járunk mindannyian, szóval elég jól ismerjük egymást, és tudjuk, hogy neki milyen a műfaja valójában. Igazából életünk végéig tanuljuk magát a zenét, de maga a Liszt Ferenc Zene Akadémia az 5 éves a mesterképzéssel együtt. Szeretnénk elvégezni, úgy fest a helyzet, hogy sikerülni is fog, de egy zenész az élete végéig tanul. Szóval olyan zenészt én legalábbis nem ismerek, aki azt mondja magáról, hogy ő mindent tud. Az, hogy teljesen magabiztosan jöttem, mivel nem túl gyakori ez, hogy ilyen volumentű helyre tudunk jönni koncertezni. Megtiszteltetés volt az, hogy felkértek minket, illetve az, hogy ilyen művészek után tudunk mi is helyet kapni itt Dunaújvárosban, és hát eléggé feszült volt az első légkör, első körben, amikor mi ide jöttünk, de nagyon-nagyon könnyen fel tudtunk oldódni a helyi emberek miatt, mivel annyira szeretik magát a jazzt. A jazz az mindig egy rétegzene lesz. Szerintem az is maradt sajnos, de egy nagyon pici megmozdulást érzek pozitív irányba, hogy elkezdett fejlődni a jazz is. Játék és alkotás a szabadban. Véget ért a Munkásművelődési Központ nyári napközis tábora. Immáron 15. éve várja az érdeklődőket az MMK udvara, ahol idén 6 turnusban várták a nyári szünetüket töltő fiatalokat. A résztvevők a kézműves foglalkozásokon kívül meselőadásokat láthattak, és táncházakban is részt vehettek. Ahogy mondta édesanyám, vittem nekik egy üveg bort, vittem nekik virágot, cserébe megkaptam Ilókot, elhoztam Ilókot, oda kikötöttem az óll elé, adtam neki füvet, zöldet, hogy nehogy elcsapja, tudja? Lehet, hogy ég egy kicsit a gyomra azt azért. Olyan furcsán nézett rám, gondoltam nem éhes. Azért... Ez a meseszínházi előadás is része volt a Munkásművelődési Központ 6 hetet magába foglaló Alkotás és játék a szabadban című kézműves táborának. Ez idő alatt csaknem 250 gyermeknek adott otthont az épület, ahol napról napra változatos programokat kínáltak a résztvevőknek. A tábor vezetője Kovács Rózsa szerint az idei évben teljesedett ki a rendezvény. Az Alkotás és játék a szabadban az MMK-nak egy alkotó bejárós kézműves tábora, tehát nem napközis, hanem egy alkotó tábor. Ez 15 éve hagyományőrző rendezvényünk most már a Munkásművelődési Központban. Az idei évben csúcsosodtunk, azt hiszem, rekordlétszámú gyermek vett részt a foglalkozásainkon, rekordlétszámot sikerült elérnünk a színházi előadásaink tekintetében. Az első mese előadáson 390 gyermek volt itt, tehát azt elmondani nem lehet, amikor betódult ide a tömeg, és tapsoltak, és boldogok voltak. A Jószolgálati Otthon aznap adott egy plusz műsort a gyerekeknek, tehát dupla előadást nézhettek meg, fergetegeres sikere van ennek a hagyománynak is, ami tulajdonképpen vásári komédiák az MMK udvarán. Ilyenkor nyitunk a város lakói felé, és nem csak a táborunk lakói nézhetik meg az előadásokat. Táncházaink szintén nagy sikerrel zajlottak. Ugye egyik héten színházi előadás, másik héten táncházi foglalkozásunk volt. A táborba rengeteg a visszajáró gyermekünk.
3 tábordíjasunk volt idén. Az egyik, a legkisebb, Nagy Ádám, ő 6 hetet töltött velünk, Nagy Dani és Zénó, szintén egy testvérpáros, ők 5 hetet töltöttek velünk, tehát 3 tábordíjasunk volt, idén is volt születésnapunk, tehát ez a hagyomány része a táborunknak, és rengeteget kézműveskedtünk. Az időjárás idén elég furcsán bánt velünk, tehát hol 40 fok fölötti hőmérsékletünk volt, hol majdnem megfagytunk, vagy az eső vitte el a technikákat, de szerencsére egy 30-40 féle technika elő volt készítve, és attól függött, hogy milyen az időjárás, milyen a gyerekek kedve, mert ez volt a legfontosabb, ha mozgásigényük volt, akkor kevésbé igényes technikát csináltunk, ha pedig bírtam velük, akkor igencsak kerámia tálaktól fogva az uzsonnás táskáikat megfesthették velünk. Rengeteget játszottak az első hetekre, inkább az volt a jellemző, hogy fotbaloztak, frisbeeztek, peonzáztak, tehát mindegy csak mozgással járjon. A harmadik, negyedik héten általában akkor jönnek az igazi alkotó gyermekeim, mert tudják, hogy hogy zajlik ez az egész, és a hatodik héten, most már hagyományainkhoz híven táborzáró napot tartottunk, hatalmas tortákat rendeztünk a gyerekeknek, tehát nagyon élvezték a tortákat. Az előtte levő 5 héten keresztül pedig Anitának köszönhetően minden pénteken vatta cukor volt a tábor meglepetés, hát az egy őrület volt, mert a foglalkozásvezető segítőim a Széchenyi Gimnáziumnak szintén a hallgatói, tehát azok kétszer álltak sorba, képesek voltak legugolni, hogy picinek látszódjanak, de ők még szeretnének enni. Hát külön köszönetemet szeretném kifejezni a Széchenyi Gimnázium most már 11 B osztályának, onnan is Horváth Patriciának és Mihaldi Netsz Blankának, akik negyedik éve 6 heteket. Tehát mindegy milyen tábor, a két lány az végig velem van. Pötör Boginak, aki sajnos most már végzős lesz, de ő is 4 éves korától táborlakóként kezdte velem. Gulácsi Bencének, aki 4 hetet sikeresen lenyomott velünk szintén. Kellett a fiú segítség a focihoz, és minden önkéntesnek szintén köszönném, akik ennek a közel 250 gyermeknek a nyári táborozását lehetővé tették, illetve olyan sikerrel, szeretettel dolgoztak a gyerekekkel, hogy csak köszönet jár érte. Mint ahogyan ezen a felvételen is látszik, a táncházi és meseszínházi programok voltak a legnépszerűbbek a gyerekek körében. A rendezvény jellegéből fakadóan azonban kézműves és ügyességi feladatokhoz hozzátartozott a játék is. Rengeteget vetélkedtünk. Tehát azon kívül, hogy volt színház, táncház, foglalkozás, sport, rengeteget vetélkedtünk. Valamiért a mai gyerekek szeretnek vetélkedni, megméretni magukat. Na most ez az Amerikából jöttemtől kezdődően a Felej, ha tudsz vetélkedőn át, ez az évközben zajló vetélkedő sorozatomból a könnyebb kérdéseket szoktam kiszedni, és azokkal vetélkedtünk a gyerekekkel. Megpróbáltunk nagyon sokféle közösségi játékot játszani velük, tehát leültünk körbe itt a hetyenpittől a fejbeverősön át, a kacsintósig mindenféle játék, tehát ezeket a játékot a gyerekek már elfelejtették, viszont nagyon jó közösségformáló szerepe van a gyerekek életében, ezt nagyon szerették még. Szűnni az 5.-6. héten már Bogi is megmerte Adri is simogatni a kutyusokat. A gyerekek rettenetesen élvezték, tehát a legkisebbtől a legnagyobbig megtanulták azt, hogy hogyan választunk kutyát, hogyan viselkedünk kutyatámadás esetén, szóval az azért érdekes volt. Minden gyerek sétálhatott a kutyusokkal, akkor a gyerekek megtanították ülni őket, hogy kell fegyelmezni a kutyát. Rettenetes sikere volt, és nagyon remélem, hogy jövőre szintén Ceciliáék egy hasonló előadással jönnek a táborainkba. Picit személyesebb kérdés, te hogyan érezted magad, és hogy értékeled a tábort? Ez most egy nagyon érdekes kérdés volt. Én most nagyon kettősen éreztem magam, mert azt szoktam mondani, hogy 8-tól 10 óráig kint
A táborvezető szerint családias hangulat alakult ki, hiszen az óvodás korosztály képviselői mellett a középiskolai tanulmányaikat megkezdők egyaránt képviseltették magukat. Ez sose probléma. Tudnélik, a 4,5 éves volt ugye a legkisebbünk, a legnagyobb táborlakónk az első Széchenyi is lesz, ezt komolyan mondom, és fiú volt a Zoli. Tündériek voltak együtt, tehát valahogy ösztönösen a gyerekekben benne van az, hogy én vagyok a nagy testvér, a nagy táborozó, és akkor segítek a kicsinek, eljátszottak velük, mutogatták, ugye a nagyobbak ügyesebbek voltak, bár most már azért idén igyekeztünk úgy csinálni, hogy volt egy nagylányos, nagyfiús asztal, ahol ugyanaz a technika ment tulajdonképpen, csak felnőttesebb verzióba, vagy a felnőtteset ugye lekicsinyítettük le a kicsiknek a szintjére, tehát nagyon-nagyon jól össze lehet hozni, sokkal jobb a több korosztályos tábor, mint amit tudom én 5-6. Osztályosoknak, tehát amikor be van határolva. A szórakozásra és kellemes közösségi hangulatra nem kell jövő nyárig, azaz a következő alkotás és játék a szabadban táborig várni, hiszen a munkásművelődési központban igyekeznek tartalommal megtölteni a gyerekek őszi szünetét is. Október 22-től vicces feladatokkal és játékos programokkal színesített boszorkánytáborba várják az érdeklődőket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is, tartalmas televíziózást kívánok! Készült a Médiatanács támogatásával.